Egy kötetlen beszélgetésre hívta Appelsofer Ágnes, Tolna polgármestere a város lakóit, hogy közösen ötleteljenek arról, hogy a jövőben miben kellene változtatni annak érdekében, hogy komfortosabb, élhetőbb lehessen Tolna. Folyamatosan érkeztek az érdeklődők és a kérdések a két órás fórum alatt. Érezhető volt, hogy a város és a polgármester között élő kapcsolat van. Többen voltak azok, akik olyan problémákra tértek ki, amely ha nem is az egész város, de nagyobb területét érinti. Így például arra is, hogy az ősz közelettével egyre több a lehulló levél, amelynek elszállítása problémákba ütközik. Érdekes, hogy minden évben kötelezően tartunk ugye egy közmeghallgatást, és valahogy arra nem nagyon szeretnek eljönni az emberek, úgyhogy éppen ezért most ide a Hősök terére hívtam őket, egy ilyen kis pogácsás, nem is, inkább egy kerekasztal beszélgetésre, hogy beszélgessünk egymással, és nagyon jól sikerült kis megbeszélés volt. Szó volt többek között a szemételszállítás nehézségeiről, de a kerti hulladék égetésének kérdéséről is, a szemetes zsákok beszerzési nehézségeiről az alpolgármester azt mondta. Mi megkapjuk egy évre az x-ezer darabot, amit nem vettek föl, az a következő évre képezi a tartalékot. Így az átfutási idő egy év, vagyis ami idén megmarad, azt jövő évben ki lehet osztani a lakók között. A másik égető probléma az utak helyzete. Tolnán több út is nehezen járható, ahogy a lakók mondják, sok olyan utca van, ahol két autó nem fér el biztonságosan egymás mellett. A feltevődött problémák megoldásain közösen gondolkoztak az egybegyújt érdeklődők. Jöttek idősek, fiatalok mindenféle problémával. Újdonságot nem mondtak. Tehát minden olyan dolog, ami felvetődött, erről tudomásunk volt. Arról nem feltétlenül, hogy ez ott helyben milyen problémát okoz. Teszem azt az zöld hulladék elszállítása, tehát azt gondolom, hogy a szolgáltatóval majd egy kicsit leülünk és megnézzük, hogy tudnánk akár egymást segítve, hogy tudnánk ezt a problémát megoldani. A tolnai fiatalok egyik legnagyobb gondja, hogy nem találnak maguknak megfelelő bulizó helyet. Ugyanakkor az is felmerült problémaként, hogy több helyi panaszkodó zajos társaságokra, akik a Dunapartra vonulnak le. A polgármester azt mondta, hogy ha csendháborítást tapasztalnak, hívják a polgárőröket és a rendőröket, mert ők az illetékes szervek. Ahogy én mondtam itt az itt jelenlévőknek, hogy valahogy olyanná alakul ez a világ, hogy nehezen veszük tudomásul azt, hogy rajtunk kívül más is van itt a környezetünkbe. Tehát amikor mondjuk ilyen nagyon hangoskodva mennek az utcán a mindegy, hogy fiatalok vagy idősek vagy gyerekek, mert ez nem életkori sajátosság, vagy bömbölő CD lejátszóval vonulnak le a Dunapartra, nyilván az ott lakókat ez zavarja. Én megígértem nekik, hogy a polgárőrökkel, rendőrökkel fel fogjuk venni a kapcsolatot, hogy gyakrabban ellenőrizzék, de igaziból ezeket akkor lehet ellenőrizni, amikor tettenérés van. Tehát én azt kértem, és a televízión keresztül is azt kérem, hogyha ilyennel találkoznak, akkor azonnal keressék a polgárőröket és a rendőröket, mert nekem itt most hiába mondják el, vagy nekünk ezt hiába mondják el, hogyha akkor pont nem vagyunk ott, akkor nem tudunk segíteni, és egyébként sem mi vagyunk az a hatóság, aki ezt a problémát meg tudja oldani. De nagyon érdekes volt például, hogy jött egy fiatal, nagyon helyes kis fiatal csapat, akik egy buli helyet keresnek. Nyilván meg fogjuk keresni a lehetőségét annak, hogy mi ebben milyen módon tudunk részt vállalni, de itt is azért volt már korábban ilyen buli, de az ott lakókat ez nagyon zavarta. Nyilván azt is tudomásul kell venni, hogy ha a lakosságot ilyen mértékben és ilyen fokúan ez zavarja, akkor ott nem célszerű, tehát nem kell magunkra haragítani az időseknek a fiatalokat, a fiataloknak meg az időseket. Én azt gondolom, hogy találjuk meg azt a párbeszédet, és találjuk meg azt a helyszínt, ahol a fiatalok majd bulizni tudnak. Appelsofer Ágnes azt mondta, minden olyan problémára megoldást keresnek, amiben ők az illetékesek. Most jöttek konkrét dolgokkal, úgyhogy én azt gondolom, hogy ami nem nagy anyagi teher, azt azonnal néhány héten belül meg tudjuk csinálni. Nyilván, ahol útépítésről vagy útfelújításról van szó, ott árajátat kell kérnünk, és meg kell néznünk, hogy a város költségvetésében mennyire fér ez bele. Én nem azt tartottam most fontosnak, hogy én mondjam el, hogy mit szeretnék, hanem azt tartottam fontosnak, hogy meghallgassam, és remélhetőleg megoldást találjunk azokra a problémákról, amit a megjelentek szeretnének. A város vezetőinek egyöntetű véleménye szerint a rendezvény elérte a célját. Megvalósult a közös eszmecsere, amelyre közel 100 tolnai lakos ment el. A jövőben további hasonló találkozókat akar majd a városvezetés, mert ahogy mondják, a közvetlen kapcsolat sokat lendít a közös célok megvalósításának ügyén.